Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hármas kapcsolat. Ezt a jóslást akkor szoktam kivetni, amikor egy harmadik személy belép az életetekbe, vagy játszik még egy szerepet. Ez a felvétel egy személyes jóslás csillag számára. Kedves csillag, üdvözöllek téged, a te helyzeted az, hogy te szeretsz egy férfit, de ő kibékült a volt társnőjével, ő próbál visszatérni hozzád, a kérdés az, megbízhatsz-e benne, hogyan tovább, mit játszik, milyen szerepet játszik ez a hölgy a háttérben, és ehhez választottam ezt a jóslást. Ez a hölgy a múltból hogy gondolkodik el ezen a helyzeten, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, itt mutatja ez a kártya, itt van egy tolvaj, és ez a tolvaj mindent elvisz, amit elvinni tud. Itt veszteségről van szó, és az azt jelenti, köztük nincs párkapcsolat. Ő ezt a párkapcsolatot, ő ezt a férfit elveszítette. A második kérdés az, hogy ez a hölgy, hogy érzi magát? Szereti ezt a férfit? Itt ez a kép azt jelenti, így minden a feje tetejére állt. Ő elveszítette a biztonság érzetét, nincs talaj a lába alatt, és kell, hogy forduljanak a dolgok, mert ezt a kártyát megfordíthatjuk, és akkor egészen másképp néz ki, láthatjuk ezt a könnyűséget, itt ezt a fényt a feje körül, és ez azt jelenteni ennél a hölgynél, hogy más irányba kell nézni, ez a kapcsolat befejeződött, véglegesen befejeződött. És mi a terve ennek a hölgynek? Ő tovább megy, a háttérben voltak viták, veszekedések, harcok, és ettől ő is elbúcsúzott. És most megtekintjük azt, hogy gondolkodik a te lelki társad ezzel a hölgyel kapcsolatban. Itt ez a kép mutatja az időt is, meg az egész világot. Ez lehetne egy utazás, de mivel itt befejeződött minden, itt nincs köztük közös út. Ez a kép mutatja a négy évszakot, és a négy évszak jelenti az évet, tavasz, nyár, ősz, tél, és ez azt jelenti, ami az ő gondolata, neki időre van szüksége, legalább egy évre, mire rendeződnek a dolgok. És a következő kérdés, a te lelki társad szereti ezt a nőt? Ő elbúcsúzott tőle. Itt az út egy más irány. Köztük nincs kapcsolat, és ezt mindketten tudják. Egy más irányba szeretné az életét irányítani. Mit fog tenni? Azt mutatja itt ez a két arany érem, természetesen utal anyagiakra, vagy a munkahelyi dolgokra is, ami még nála fontos, hogy megtalálja a belső egyensúlyt. Ő komoly döntéseket hoz a következő 1-2 hónapban, amire ez a kártya is utal. Ez nem csak az igazságot, az igazságtalanságot jelenti, hanem egy vállást, és ez a mérleg itt a kezében ugyanúgy, mint ez a két érem, utal a belső egyensúlyra. Jelenleg még nem találta meg a belső egyensúlyát, neki időre van szüksége, mint mondtam, 1-2 hónapra, mire ő úgy közeledik hozzád, ami számodra előnyös, ami számodra kedvező,
és örömteli. Ezeket a lépéseket mutatja itt ez a kártya. Ő kezébe veszi a dolgokat, és átnyújtja szimbolikusan számodra ezt az arany kelyhet, ami a víz elemét tükrözi, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Tehát ő érzelmekkel közeledik hozzád, amit itt ez a kártya is mutat. Ugyanaz a keze, meg ez az arany pokál, itt ő adja számodra ezeket a lehetőségeket, hogy ti kibéküljetek, hogy legyen egy közös út, hogy érezzétek ezt a szerelmet. De ahogy látom, te bizonytalan vagy, és zárkózott, nem tudod, hogy elfogadjad-e vagy sem, megbízhatsz-e benne, igen vagy nem. Hogy látod a dolgokat? Számodra is kell, hogy meglegyen az erő. Ez lehet ez a belső erő is. És milyen lehetőségetek van erre a párkapcsolatra? Itt a nap az azt jelenti, hogy kiderül a valóság, itt lesznek nyitott beszélgetések, látni fogod a dolgokat, átlátod a helyzetet, ezt ő mutatja neked, mert ő visszatér hozzád. Ami az érzelmeidet illeti, kell ez a belső egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. Legyél nyitott erre a kapcsolatra, de legyél visszahúzódó is. Kell, hogy ő most bebizonyítsa azt, hogy szeret téged. Mitől kellene elbúcsúznod? Ezek a belső harcok. Vagy ez a belső nyugtalanság, amikor úgy érzed, hogy ő mindig másfele tekint, és bizonytalan vagy, és néha azt gondolod, mások jobbak, mint te. Nem, ezt be kell fejezni, legyél ebben a belső erőben, és ebben a belső harmóniában, ő visszatér hozzád, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami a szívből jön, ezek az érzelmei, és ti ketten uralkodni fogtok a helyzeten, a gondolataitokon, az érzelmeiteken. Én most felteszem a kérdést, szeret ő téged, szeretni ezt a párkapcsolatot, vissza akar térni hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő nem szeret téged. Ha az inga megáll, akkor úgy megállnak az események, nem lehet tudni, hogyan tovább. Az inga válasza, ő szeret téged, és visszatér hozzád, ahogy itt a képek is mutatják. Kedves csillag, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!